Izland egy nagyon masszív védőcentrummal ellátott védekezés, akik általában beállósok, akik mélységben nagyon jó kijönnek. Mögötte egy jó reflexű kapusban Gustafsson, tehát a középről való megoldások az eléggé keményen fölütközik. Inkább a ketteseken lehet a védőket megmondani, akár befutó beállók után, illetve kifele való játékkal, amelyekre a keresztmozgásokat rátelepítik, tehát a kettes magasságában, tehát szélesen fölállítva a védelmet, mert ha betömörítjük, akkor ez nagyon-nagyon nehéz, és az a veszélyes, hogy ebből ők nagyon jól szervezik a indítás lerohanást. Ugyan Gudjonsson és Stefansson hiányzik, főleg Stefansson nyilván, de ők inkább azért a támadás voltak veszélyesek, de nagyon gyorsan futnak azért, mind Sigurdsson, mind a másik oldalon ugye a Pettersson, ugye aki jobb átlövőt is játszik főleg, tehát nagyon gyorsan mennek előre, tehát az előrejáték nagyon gyors, tehát rendezetlen vagy rendeződő védelemmel játékban hihetetlenül erősek, erre nagyon oda kell figyelni, hogy 4 évvel ezelőtt egy 8-4-es vezetésünk után fél idő X volt, és a második fél időben főleg egy nagyon jó védő kapus munkával ugye tudtak elmegverni bennünk, én remélem most a fiúk revansot vesznek, de az a lényeg, hogy ezt a fajta játékot ezt meg kell állítani, időben meg kell szervezni a védelmünket, biztosítani kell a labdafölvívő körül a lendületelvételt, illetve hát az első paszt ebből adódóan azt, aminél jobban meg kell próbálni fautolni. Pozíciójátékban azt gondolom, hogy talán inkább a Pettersson és az Atlasson játékára épít, tehát az átlövőkre építenek, tehát ez a jó izlandi iskola, ami ebből jön, illetve hát a Gunnarssonnak egy nagyon jó beálló. Tehát a lövőbeálló kapcsolat az, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon veszélyes, illetve hát azért jó a labda iskolájuk, tehát színes passz átadási módokkal operálnak, gyorsan járatják a labdát, tehát északi stílus jellemzőjegyei, de nekünk ezt, ahogy a franciák ellen bírtuk lábbal, hogy mindig ott voltunk, tudtuk biztosítani a fölényt, ez most is azt gondolom, hogy jó lehet, és hát szükség lesz arra a kapus teljesítmény, vagy legalábbis nyilvánvaló, nem biztos, hogy olyat lehet, mint a Nándi még egyszer hozni, tehát miért ne lehetne, szóval ezt ebből azért ne adjuk föl.